Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ebben a videóban meg szeretném tárgyalni néhány fontos dolgot, ami a csatornával kapcsolatos igazából. A lényeg itt az lenne, hogy átkezdtem menni ebbe, hogy inkább játszok ilyen fosatós játékokkal, és erre lenne, ezt szeretném megtudni, hogy ti milyen ilyen horror játékokat látnátok tőlem. Úgyhogy oda nézek, az elnézést, csak az a monitorom. Az szeretném tudni, hogy milyen horror játékot láthatok tőlem. Én nem ismerek sok horror játékot, szóval ezt rátok bízom, hogy mit írtok, illetve azt, hogy egyáltalán milyen videó legyen, ez is egy fontos kérdés, mert szeretném tudni, és minél több embernek szeretném kielégíteni ezt a féle vágyát. Volt most egy komment, hogy milyen a billentyűzet, meg minden. Nem tudom, hogy a illető elolvasta, de amúgy nagyon jó. De nekem nagyon tetszik, nem hangos, kifejezetten jó, főképp, hogy most így beállítottam meg minden. Most jó, amit elfelejtettem amúgy abban a videóban mondani, hogy a színét, illetve a fényének az erősségét lehet állítani. Szóval... szóval igen, ezt én most csak így elmondtam. Illetve, hogy miért van kevés videó a csatornámon. Hát... Az egyszer indok. Még mindig későn érek haza, és még mindig sok dolgom van. De most már valószínű, hogy elkezdek majd egy újabb sorozatot a Forestből. The Forest nevű játékból, mert most lesz ugye őszi szünet, én még veszek 4 giga RAM-ot a gépembe, így már lesz 8, és talán azt a optimalizálatlanságot is ki tudja elégíteni a gépem, amit a Forest produkál. Illetve hogy valószínűleg így már kevesebb akadozással fognak menni a játékok, és ez még videóban is jó lehet. És lehet, hogy a GTA 5-ből elkezdenek majd egy sorozatot csinálni. De ezt majd rátok bízom, hogy írjátok meg kommentbe, hogy milyen sorozatot látnátok. Igazából mindent írjátok le kommentbe, amit szeretnétek tudni. Meg úgy mindent, amire kíváncsiak vagytok. Én nagyon örülök annak, hogyha valaki ír kommentbe, illetve lájkolja a videót. Hogyha valamilyen kérdés van, azt is kommentbe írjátok meg nyugodtan. Én valószínűleg még talán aznap fogok rá válaszolni, hogyha otthon vagyok, hogyha nem, akkor meg majd másnap tudok rá válaszolni. Szerintem ennyi lett volna ez a videó. Én nem akartam nagyon hosszúra húzni igazat megvalva. Csak egy ilyen gyors kis ilyen videót szerettem volna, hogy igazából miről lennének videók. Hát, mert most így alapvetően nekem a gépemem, konkrétan fent van a Forest, a Black Ops 2, a Chego, a Tokitori 2 plusz, azt nem tudom, csak úgy vettem random G2AM, meg van még valami hülye játék, aztán egy Left 4 Dead 2, Team Fortress. A Team Fortress-ről arról biztos fogok majd videót csinálni, mert szerintem jó ez az új update, jó lesz ez az új update, én még nem indítottam el a játékot. Van LOL, SimCity, meg még mi van, meg még semmi, ennyi, nincsen sok dolog most a gépemen egyelőre. Ja, és most már nem tudom, hogy kinek tetszik, kinek nem. Csináltam egy új intrót, ezt már saját magam csináltam, mint az előzőt, csak az nem volt annyira jó. Ezt viszont most már saját kézzel csináltam After Effects-be. Igen, Adobe After Effects-be, és most már így elkezdtem átállni ezekre az Adobe programokra. Na, úgy érzem, hogy szerintem ezek sokkal jobbak, mint a Sony Vegas valamilyen értelemben, de a Sony Vegas valamivel ugye az egyszerűségéről volt híres, és a könnyű kezelhetőségéről az Adobe programok, így azok meg inkább már profizmus szintet képviselik, mint használatban. Meg ez abban is megnyilvánul, hogy több lehetőség van,
mind a Premiere Pro-ban, ugye maga a videóvágóban több olyan lehetőség van, hogy effekttel szól a videót így megszépíteni. És hát igen. Hogyha valami kérdésetek van, írjátok le kommentben, én Attila voltam, sziasztok! Mi MVP? Jó, szóval megyünk Infernoit, jó? Ha tudtok várni 10 percet, akkor jön az. Hogy megyünk!